A pénzügyi világ tele van meglepetésekkel és váratlan fordulatokkal. Egyik napról a másikra születnek és vesznek el vagyontárgyak, és a piacok folyamatosan változnak. De Magyarországon egy friss felfedezés még a tapasztalt szakértőket is meglepte és felkavarta az állóvizet. Egy látszólag átlagos cégjelentés rendkívüli igazságot tárt fel, amely mindenkit megdöbbentett. Egyetlen magyar vállalkozó lehet gazdagabb, mint az ország 100 leggazdagabb embere együttvéve, ami hihetetlennek tűnik. Ez a meghökkentő felfedezés a G7 egy magyar gazdasági portál oknyomozó munkájának köszönhető, amely alaposan utána járt a részleteknek. A Donor ZRT egy látszólag jelentéktelen cég jelentésének vizsgálata során a G7 munkatársai egy csillagászati összegre bukkantak, ami mindenkit meglepett. A cég tulajdonosa, akinek kiléte akkor még ismeretlen volt, állítólag több mint 6500 milliárd forintot, azaz körülbelül 70 ezer milliárd forintot fektetett be a cégbe, ami elképesztő. A G7 csapata eleinte adminisztrációs hibára gyanakodott, hiszen egy ilyen hatalmas összeg valószínűtlennek tűnt. Egy ilyen hatalmas összeg valószínűtlennek, sőt lehetetlennek tűnt, de a további vizsgálat megerősítette az adat valódiságát. A további vizsgálat azonban megerősítette az adat valódiságát, és kiderült, hogy nem volt hiba. Egy ilyen befektetés mértéke példa nélküli volt Magyarország közelmúltbeli gazdaság történetében, és mindenkit sokkolt. Felmerült a kérdés, ki ez a titokzatos személy, és honnan származik ez a rendkívüli vagyon. Mindenki találgatni kezdett. A felfedezés sokszoros földrengésként hatott Magyarország pénzügyi életére, és mindenkit megrázott. Heves kíváncsiságot és találgatásokat váltott ki, és mindenki tudni akarta az igazságot. A történet gyorsan szárnyra kapott, magára vonta a média és a közvélemény figyelmét, és mindenki erről beszélt. Mindenki kíváncsi volt arra, hogy ki ez a titokzatos személyiség, aki látszólag a semmiből szerezte hatalmas vagyonát, és mi lesz a következő lépés. A Donor ZRT, a pénzügyi rejtély középpontjában álló cég intenzív vizsgálat tárgyává vált. Az elemzők és nyomozók minden apró részletet megvizsgáltak, hogy feltárják a cég valódi természetét. A felszínen úgy tűnt, hogy viszonylag kis szereplő a magyar gazdaságban. Egy szerény irodaházban működött, és nem keltett különösebb figyelmet. Üzleti tevékenysége homályba burkolózott, ami tovább fokozta a tulajdonos rendkívüli vagyona körüli találgatásokat. Az üzleti találkozók titokzatosak és zárt körűek voltak. Ahogy az újságírók és pénzügyi elemzők egyre mélyebbre ástak a Donor ZRT működésében, egy érdekes részletre bukkantak. A cég pénzügyi dokumentumai különös mintákat mutattak. Úgy tűnt, hogy a cég elsődleges vagyona brazil államkötvények hatalmas mennyiségéből áll. Ezek a kötvények jelentős értéket képviseltek a cég mérlegében. A Donor ZRT pénzügyi kimutatásai szerint ezek a kötvények képezték a tulajdonos megdöbbentő vagyonának alapját. A kimutatások részletesen bemutatták a kötvények értékét és hozamát. A kötvényekkel kapcsolatos részletek azonban több kérdést vetettek fel, mint amennyit megválaszoltak. Az elemzők nem értették, hogyan szerezhette meg a cég ezeket a kötvényeket. Az említett kötvények állítólag amerikai dollárban voltak denominálva, és szokatlanul hosszú, 2036-os lejárattal rendelkeztek. Ez a hosszú lejárat további kérdéseket vetett fel. A szakértők megjegyezték, hogy ilyen kötvények létezéséről nem volt nyilvános információ. Ez a hiányzó információ tovább növelte a rejtélyt. Ez az eltérés kételyeket vetett fel a Donor ZRT állításainak legitimitásával kapcsolatban. A cég állításai egyre inkább megkérdőjeleződtek. A brazil kötvényeket övező szkepticizmus újabb bonyolult réteggel gazdagította az amúgy is zavaros helyzetet, a pénzügyi szakértők egyre több ellentmondást találtak. Vajon számviteli szabálytalanságokról van szó, vagy létezik ennél szövevényesebb magyarázat is?
Az elemzők különböző elméleteket dolgoztak ki. Úgy tűnt, a válasz a cég titokzatos tulajdonosának kilétének és motivációinak feltárásában rejlik. A tulajdonos személye és szándékai kulcsfontosságúak voltak a rejtély megoldásában. A Donor ZRT-re és titokzatos tulajdonosára irányuló nyomozás egy újabb érdekes felfedezéshez vezetett, egy második céghez, a brazil államkötvény hasznosító ZRT-hez, amely szintén a rejtélyes személyhez köthető. Ez a felfedezés újabb réteget adott a már amúgy is bonyolult ügyhöz, már a név is a Donor ZRT által birtokolt szokatlan eszközökre utalt. A brazil államkötvény hasznosító ZRT neve egyértelműen jelezte, hogy a cég a brazil államkötvények kezelésére specializálódott. Ez a második cég bár kevésbé volt ismert, mint a Donor ZRT, tovább fokozta a rejtélyt. A cég kisebb mérete ellenére jelentős szerepet játszott a pénzügyi hálózatban. A brazil államkötvény hasznosító ZRT lényegesen kisebb eszközportfólióval rendelkezett, mint a Donor ZRT. Azonban a cég tevékenysége és céljai nem voltak kevésbé fontosak. Létezése és elnevezése azonban az állítólagos brazil kötvényállomány kezelésének tudatos és stratégiai megközelítésére utalt. A cég neve és tevékenysége egyértelműen jelezte, hogy a brazil kötvények kulcsfontosságúak voltak a stratégiájukban. A pénzügyi dokumentumok azt mutatták, hogy a brazil államkötvény hasznosító ZRT-t jelentős 400 milliárd forintot meghaladó összeggel alapították. Ez az összeg már önmagában is figyelemre méltó volt. Ezen kívül a cég az előző évben megdöbbentő mértékben 5099 milliárd forinttal emelte meg tőkéjét. Ez a hatalmas tőkeemelés sok kérdést vetett fel a cég valódi céljairól és tevékenységéről. Ez az agresszív tőkeemelési stratégia arra utalt, hogy a cég aktívan részt vesz egy jelentős pénzügyi portfólió kezelésében, amelynek középpontjában a rejtélyes brazil kötvények állhatnak. A cég tevékenysége és stratégiája egyre több kérdést vetett fel. Ennek a második, a brazil kötvényekkel szorosan összefüggő cégnek a felfedezése tovább fokozta a titokzatos magyar vállalkozót övező rejtélyt. A két cég közötti kapcsolat egyre bonyolultabbá vált. Olyan számító személyiséget festett le, aki összekapcsolódó cégek hálózatán keresztül stratégiai módon kezel egy hatalmas és potenciálisan ellentmondásos vagyont. A rejtélyes tulajdonos stratégiája és céljai továbbra is homályban maradtak, de a nyomozás folytatódott. A magyar vállalkozót övező titokzatosság fátyla akkor kezdett fellebleni, amikor a G7, az igazság fáradhatatlan kutatója felfedte kilétét T. János György. Keveset tudtak róla, ami tovább növelte az újdonsült hírnevét, miszerint ő lehet Magyarország leggazdagabb embere. T. János Györgyről csak szórványos információk voltak ismertek. Magyar üzletemberként írták le, aki Máltán él egy ismert pénzügyi központban, amelyet gyakran társítanak a diszkrét vagyonkezeléssel. Korábbi üzleti ügyei és kezdeti vagyonának forrása továbbra is rejtély maradt, ami tovább táplálta a találgatásokat vagyona eredetével kapcsolatban. A G7 felkereste T. János Györgyöt, hogy tisztázza rendkívüli vagyonát és a brazil kötvények természetét. Kísérleteiket azonban hallgatás fogadta. Magának az embernek a válasz hiánya csak fokozta a hirtelen pénzügyi titánként való felbukkanását övező rejtélyt. T. János György hallgatása találgatások és spekulációk hullámát indította el. Vajon pénzügyi zseni volt, aki brilliáns, de átláthatatlan befektetések sorozatát hajtotta végre? Vagy létezik-e összetettebb, potenciálisan ellentmondásos magyarázat hirtelen és hatalmas vagyonára? Az átláthatóság hiánya csak fokozta a rejtélyt, és a további vizsgálat szükségességére irányította a figyelmet. A T. János György vagyonát övező rejtély középpontjában az általa birtokolt brazil kötvények legitimitása és jellege állt. Ezen kötvények puszta mérete, ha valódiak, a brazil kormány jelentős,
hitelezőjévé tette, ami valószínűtlennek és aggasztónak tűnt. A szakértők rámutattak, hogy a Donor ZRT által említett típusú brazil kötvények, amelyek dollárban vannak denominálva és 2036-os lejárattal rendelkeznek, nem ismertek nyilvánosan. Ez az